Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió. Jó napot kívánok! Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ma a Hargita megyei Felső Sófalva vendégei vagyunk. A település többek között az utóbbi 2,5 évtizedben szervezett tánctáborairól, a 3 éve megrendezésre kerülő Palacsinta Fesztiváljáról és a rovás írásos köveiről ismert. Ezeket a témákat próbáljuk körbejárni a következő 50 percben, ha idejük engedi, rádiózzanak velünk. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. A híres sóvidéki táncok szülőfaluja Felső Sófalva, Alsó Sófalvával, Koronddal és Parajdal együtt. A művelődési házban 1995-től indult a székelyföldi tánctábor, melynek keretében minden július 3. hetében sóvidéki, csíki, udvarhelyszéki, mezőségi, kalotaszegi, széki, moldvai és más tájegységek táncait tanulhatják és táncolhatják a résztvevők. Miklós Attila tanító aktívan részt vesz a tánctáborok szervezésében és lebonyolításában. Most őt hallhatják. Annak ellenére, hogy ugye volt közben gazdasági válság is, egy olyan jelenség volt tapasztalható, hogy a tánctáborban nem történt létszámcsökkenés. Az érdeklődés nőtt, és ami nagyon pozitív az az, hogy főleg a helyi érdeklődés már úgy ért, hogy az erdélyi érdeklődés, mert ugye a legtöbb vendég az magyarországi külföldi, de az utóbbi időben történt egy ilyen változás, hogy erdélyi zónából többen jöttek a táborba. Persze nagyon sokan részt vesznek a helyi településű Felsősófalváról is gyerekek, a táborban természetesen nekik ingyenes az oktatás, és évközben is van táncoktatás, na ezeken a kitartás már egy kicsit lankad. Mikor jött az ötlet, hogy ilyen tábort szervezzenek? Hát ez 23 éve körülbelül, amikor nekifogtam tanítani, már akkor megkerestek Kolozsvárról, Szép Gyula és Németh Ildikóék indították Hajdanába a tábort, László Csaba és László Lújzáékkal közösen, majd idővel a csapat kisebbre szűkült, László Csaba és László Lújza főszervezők, a Pipacsok néptánc együttes keresztúrról. Ez egy hetes tábor általában, vasárnap indul és vasárnap zárul. Mit tanulnak meg? Itt a sóvidéki táncot, vagy más tájegység táncát is? Általában alapból mindig jelen van a sóvidéki, ez két teremben zajlik, van a gyerekeknek folyamatosan kezdőszinten, az minden évben kezdőszint a gyerekeknek, és van haladó szinten a felnőtteknek. Emellett mindig valamilyen más vidéknek is a táncát tanulják, kükülömentit, búnit, vagy amit éppen László Csaba jónak lát. Visszatérő vendégek vannak, tehát Magyarországról is, és a helybeliek is évről évre visszajárnak? Igen, vannak visszatérő vendégek, vannak, akik már nem is tanulni jönnek ide, hanem annyira jól érzik magukat a táborba, hogy ez nekik egy nyaralás, egy szórakozási lehetőség, és csapatokba jönnek, tehát egy-egy társaság eljön, hogy itt tanuljon is, meg érezze jól magát. Sőt, olyan is van, hogy még itt a táborba párt keresett magános, utána még visszajött, tehát párba is visszajöttek. Ezt akartam kérdezni, hogy ez nem alakult ki, hogy férfeleségre talált a tánctáborban? Biztos, igen, erről pontos adatokat nem tudok mondani, de hogy visszatérő vendégek vannak, azt honnan tudom, hogy a szállást szoktam rendezni a táborba, és volt olyan, hogy 9 évig ugyanoda vittem szállásra. Olyan probléma volt-e, hogy túljelenkezés volt? Igazából a tábor most már nagyon a határait feszengeti, mert az a helyzet, hogy az infrastruktúrának is van egy befogadó képessége. 300 körül szokott lenni a létszám teljesen a szervezőkkel, mindenkivel együtt, ami már eléggé terheli az infrastruktúrát. Felső Sófalva rovásírásos leleteire az 1970-es években figyeltek fel, ugyanis a Kodáros hegy délnyugati oldalán egy 170 cm magas rovásírásos kő létezett, melynek mélyen bevésett rovás jeleit Szekeres Lajos sóbányász és amatőr régiségkutató lefényképezett. E követ sajnos később széthasogatták és beépítették egy épülőház alapjaiba. Majd Felső Sófalva református templomának nyugati ajtójának kőpillérén fedezett fel rovásírásos jegyeket a település lelkésze.
A 2000-es években további valószínűleg székely rovásírással írt köveket fedeztek fel a kodárosi temető szélén, melynek valószínű olvasata sószer. Majd Békástanyán, vagy ahogyan a helyiek mondják, a Sófalvi hegyen a falu határát jelző rovásírásos követ. 2006-ban újabb rovásírásos kőleletet fedeztek fel Felső Sófalva belterületéről, mindössze 4-5 kilométer távolságra a szertőtetőn. Szász Tibor András református lelkész mesélt ezekről a kövekről mikrofonunk előtt. Azt én találtam. Én vagyok a rovásírás egyik kutatója. Nagyon áldatlan feladat, ugyanis a rovásírás mai napig is nem fogadják el. Az a megdöbbentő dolog történik, hogy amikor egy rovásírásos lelet előkerül, akkor nincs akihez fordulni. Nincs olyan fórum, akihez fordulhatna az ember, tehát, hogy na itt van egy lelet, na jó, akkor nem tudom milyen akadémiai valaki jöjj, és jaj, de hogy kaptál egy leletet, beregisztrálja, behelyezi, nem tudom milyen akármibe. Tehát mondjam azt, a rovás leletek gazdátlan leletek. Volt olyan, hogy egy nagy értékű rovás követ találtam, egy sztélét, egy közeli erdőben, nincs mit csináljak vele. Rögzítettük, dokumentáltuk, megvan a leírása, megvan róla a tanulmány, meg minden, de például a sorsáról elmozdítani nem lehet, és akármikor pusztulásnak van kitéve. Most kihoz le egy 5 tonnás követ, és ha lehozza, hova helyezi el. Ugye ott van a tászok tetői köveknek az esete, amikor 7 nagy kő volt, rovás írásos kő, 4-et lehoztak, 2-t elvittek Bukarestbe, azok eltűntek, és 2-t tologatnak ott a Tarisznyás Márton Múzeumban. Legutoljára, amikor mentem, akkor takarítónő arról takarított meg. Le volt csepegtetve ott mindennel, meg össze-vissza volt karcolva. Sikerült megfejteni, hogy mi van ezen a köven? Én egy ilyen 5 éven keresztül folyó egyéni kutatást végeztem, járok fel a hegyre, ez egy hatalmas nagy fennsík, ami Varsági tart, több száz négyzetkilométer, és minden emberrel, akivel beszélgettem, ott meghirdettem, hogy nagy jutalmat adok, aki ismeretlen írásos követ bejelent nekem, ugyanis ez egy óriási terület. Ezt egy ember, hogy elindulok rovás keresni, ilyen nincsen. Úgy az évek folyamán érkezett, vagy 2-3 bejelentés, amire elmentem, megközelítettem, és ennek alapján egy óriási leletet találtunk. Persze került elő olyan, hogy örménykeresztet, valamelyik örménykereskedőt agyon ütötték a sót mellett, és ott volt az ismeretlen írással írt kő, ilyenek is kerültek elő. Máskönbe végeztem célzott kutatásokat, és rájöttem ennek a logikájára, és ezen kívül még többet találtam. Nagyon megdöbbentő eredmények vannak, és az a helyzet, hogy nincs, aki be tudná fogadni sajnos ennek a tanulságait. Ezek a feliratok akkor ilyen sírfeliratok? Mivel ilyen akadémiai kutatás nem folyik erről, és akármit jelentett meg az ember, akkor vagy azt mondják, hogy déli bábos, vagy azt mondják, hogy agyament, vagy teóriák adják. Ezért a megdöbbentő leleteket még publikációra se fogadják el. Tessék elgondolni, hogy ezt a követ, amit találtam, a szertőtetői követ, ezen 3 különböző korszakról való rovásírás van. Az első az megfelel a tászok tetőinek, amelyeken csillagászatinak mondott jelek vannak, tehát ez másik kultúrához mutat vissza, akkor van egy olyan feliratos réteg, amelyikben magyar szöveg van, türk betűértékekkel. Tehát a rovásírásnak vannak a mostani betűértékei, és vannak olyan jelek, amelyek a türk rovásábécékben benne vannak. Tehát olyan szöveg, amit türk hangérték szerint olvasva lehet magyarul értelmezni. Tehát ez egy teljesen új területet nyit meg, és akkor középkori tatárokhoz kapcsolódó valami segédnépnek a feliratait kaptuk, tehát nem egy, hanem több, orhonjelekkel, tehát az orhoni rovásjelekkel és betűértékekkel, tehát nem a székely rovásírásról van szó, amelyiken fel van írva ilyesmi, hogy simán olvasható, és a szakirodalomban, hogy jól bars. És akkor ezt egy szegedi híres turkológus professzor jegyezte le, avval kutattuk meg a követ annak idején, amikor megjelentették, akkor jellemző a hozzáállásra, hogy írja, hogy jól bars, és akkor ő fejti meg, azt írja, hogy hát ebből nem kell messze menő következtetéseket levonni. Kérem szépen, 5 jelenlegi minisztert Azerbajdzsán, Kazasztán, Üzbegisztánban neveznek jól barsnak.
Tehát ez olyan, mint a Csaba és az Attila. Tehát nem kell következtetés levonni. Tehát itt állunk evel. Mindegy, ha egyszer meg van találva valami, le van rögzítve, az aztán történelembe valamikor kibontakozik. Tiszteletes úr, a felfedezés óta ezeknek a bizonyítékoknak romlott az állapota? Mondjuk, hogy egy év múlva oda ment, akkor már látta, hogy megkarcolták, belevéstek, úgy próbálják valakik tönkretenni, vagy nem veszik a fáradtságot, hogy addig gyalogoljanak? A tönkretétel az minden szabadon levő helyet veszélyeztet, most sokkal inkább. Mondhatnék eseteket, ott van a Likaskő. Év ezredeken keresztül nem nyúlt hozzá senki. És akkor mit tudom én, a 70-es években a gazda belevéste, hogy ez az én tanyám. Szóval ilyen nincs. Vagy most jelenleg nagy nyomás alatt vannak, mert ugye ATV-vel, terepjáróval kimennek, sokszor félrészegen, akkor nekiállnak, össze-vissza karcolják mindent. Például egy ilyen rováskövön, ahol ilyen finom, alig látható karcolások vannak, vagy bevésések, hát ottan teljesen hiteltelenné válik, hogyha hozzányúlnak a dologhoz. És ezért szertőtetői kövvel is úgy volt, hogy nem nagyon mondtam el, hogy hol van, hogy ne legyen turista látványosság, és egy csapatnak mondtam el, és a nagy keresztet véstek belefelül, tehát hogy látható legyen a köv. Tehát ilyen nem csinál. Máskülönben azok a kövek maradtak fent, amelyikeket nem vert az eső, meg nem voltak kitéve, meg nem borultak le. Például ez a tászok tetői kő, ez úgy van felállítva, hogy saját magáról leolvassza a havat. Teljesen, mikor záporeső van, a kőnek az írott felszíne szárazon maradt. Vagy van egy jelkövem, egy határkövem, amelyiken szintén rovás jel van, azt a Békástanya pálpatak a környékéről szedtem össze, egy mély szántásból került ki, és először azt hittem, hogy egy ilyen régi kályha, kemence, kőből faragott valamilyen, de akkor láttam, mikor talpra állítottam, hogy végső soron egy ilyen sírkőszerű jelzőkő, egy ilyen kerek tükörrel, és úgy van kifaragva, hogy saját magáról leolvassza a halat. A tánctáborok és a rovásírásos kövek mellett a Palacsinta Fesztivál is öregbíti Felsősófalva hírnevét. Ez a fesztivál már több, mint egyszerű falunap. A szervező Kodáros Egyesület gazdag programot kínál minden korosztálynak. Természetesen a palacsintái a főszerep. A benevező csapatok nagy leleményességgel alkotják meg a palacsinta különlegességeket az ide látogatók örömére. De gazdag kulturális és gyermekprogram is várja a kikapcsolódni vágyókat. Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Harmadik alkalommal szervezték meg Felsősófalván a Palacsinta Fesztivált, mikrofonunk előtt Nyágrus László alpolgármester. Mivel másabb ez a harmadik, mint az előző kettő, alpolgármester úr? Természetesen mindig más, mert az előző évnek a tapasztalatait kiboncolgatva mindig szeretünk valami újat, valami plusszat behozni az idejében is. Akár az elmúlt évben két napos rendezvénynek szerveztük a Palacsinta Fesztivált. Reméljük, a tavaly nagyon jó időjárás volt, nagy volt a hőség, hogy az idejében is elsősorban az időjárás segít bennünket. Mivel több önkéntes, több segítőt próbáltunk bemondni, hiszen nem egy egyszerű falunapról van szó, kétnapos rendezvényről, ahol a programokon, a kulturális, a gyerekprogramokon kívül a fő téma a palacsinta. A palacsinta sütés, hiszen ez a sütés, ez történik egy közös helyen, és a szombati nap az pedig egy különleges, hiszen a csapatok, a benevezett csapatok megmérettetik tudásukat, feldíszítik a sátrakat, és különleges ízekkel próbálják megnyerni ezt a versenyt, hiszen egy versenyről van szó. A palacsintasütő verseny, és annak két ága van. Az egyik a melyik a legízletesebb, legfinomabb, természetesen díjazzák a zsűrik a tálalást, a sátordíszítést, de elsősorban az ízekre adnak fő hangsúlyt. A másik része pedig a gyorsasági, amit megadunk egy bizonyos adagmennyiséget minden egyes csapatnak, és ki a legügyesebb, 2-3 perc alatt a zsűri eldönti, hogy mennyit ad, mennyi az idő, és melyik csapat tud megsütni legtöbb épp palacsintát ez idő alatt. Ez lenne a két ágazat ennek a versenyt.
versenynek. Én úgy láttam, hogy nagyon sok ízletes palacsintával készülnek elő ezek a csapatok, és én bátorítani tudnék minden egyes hallgatót, hogy az elkövetkezendő évben vegyenek részt ezen a rendezvényen, nem csak mint látogatók, hanem akár mint versenyzők is. Szívesen várjuk Felsősófalvára július utolsó hétvégén. Ezen kívül koncertek természetesen, egy egyesületi kezdeményezés, ez Felsősófalvi Kodáros Egyesületnek a kezdeményezése volt 4 évvel ezelőtt. Egy palacsinta napon, egy délután egy pár jótékony ember megpróbált bizonyos adag mennyiségből palacsintákat sütni, meg a tánctábor utolsó napján kiosztogatni az itt táborozók számára. És ekkor született meg az ötlet, hogy nem lehetne ebből egy kicsit nagyobb rendezvényt szervezni. És már a 3. palacsinta fesztiválnál vagyunk. A legfontosabb elem én azt tudom mondani, hogy ha van egy jó csapat, hiszen szükséges, vannak azok az emberek, akik áldozatot vállalnak, hiszen temérdek mennyiségű palacsintát sütünk meg. A tavaly is 10-11 ezer palacsintát sütöttünk meg, és a tervünk az, hogy legalább ez évben is, ezt meg tudjuk sütni. Most a 3. alkalommal könnyebb volt az önkénteseket megszólítani? Önkéntességről beszéljünk, de a székely embernél ugye jellemző azt, hogy elvárják. Nem az, hogy most egy hirdetés, hogy ki szeretne palacsintát sütni a településen belül, vagy szomszéd település, vagy akár a környékről, hiszen vannak ismerősök is, vannak magyarországi, itt vannak a derekegyházi ötletgazda házas pár, akik ugye most az idejében jól tudom 12. alkalommal szervezték meg a palacsinta fesztivált, és ők voltak az ötletgazdák, hiszen azt mondták, hogy hát Laci, miért nem sütök palacsintát, és akkor neki kezdtünk volt. Természetesen könnyebb, hiszen 70-80%-át elmondhatnám, hogy a tavalyi emberek részt vesznek. Tavaly tiszteletre méltóan néztem azt, hogy volt olyan személy is, hogy a déli 12 órától esetleg egy icipici pihenésekkel egészen éjfélig sütötte a palacsintát lelkalapuk előttük. Tehát én mindenféleképpen nem csak a támogatóknak, hanem az önkénteseknek, a részvevőknek is köszönetét szeretnék mondani, hiszen nélkülük ez a rendezvény nem valósulna meg. Fő támogatók elsősorban Parajd község önkormányzata, Hargita megye tanácsa, Betlen Gábor alap, és természetesen helyi vállalkozók is vannak, és minden felsősófalvi, de nem csak felsősófalvi embernek, aki valamilyen szinten hozzájárult és egy icipicit hozzátett a rendezvényhez. Köszönöm! Milyen gondolatokkal érkezett Bokor Sándor Parajd polgármestere ide Felsősófalvára, a 3. Palacsinta Fesztiválra? Bizony Isten, mondom, a jó hangulattal érkeztem. Tusnádról jövök, a tusványos szellemét, lelkiségét, nemzetmegtartó erejét hozom haza. A nemzetmegtartó erőről, ha beszélünk, akkor ez egy kis része a mi életünkben. Helye van a munkának, helye van a busolásnak, helye van a vígságnak, helye van a hagyományőrzésnek, és helye van most a székely palacsintasütésnek is, mert ez is egy üzenete a székely életmód egykori formájának, a jelenbe való öntésének. Én azt hiszem, hogy ezekre szükség van, és hova tovább mindig szükség van, hogy a dolgos hétköznapok, a jövőteremtés, jövőteremtő munka mellett ugyancsak a jövőteremtő hagyományőrzés, a szórakozás, a kultúra, művelése, fenntartása, megtartása az, ami székely életünk garanciája lehet a jövő szempontjából, és ezt a garanciát mi hosszú időre akarjuk kiváltani, mondjam úgy, hogy végtelen időkön át. Én kívülállóként azt látom, hogy itt nagyon jó a szervezés, mert olyan összhang van. Az önkéntesek olyan összhangban dolgoznak, hogy ritkaság. Igen, mi úgy vagyunk a székely emberek, hogy napközben dolgozunk, építünk, vitázunk is elég egészségesen. Ismert már ez az életforma, de régebben, amikor megszólaltak a kürtök, amikor felobbantak az őrtüzek lángjai, akkor félretettek őseink is minden ellenségeskedést, és a haza, az ügy a nemzet szolgálatában, hát aki kicsit így vagyunk most, hát nem gyúlnak feje lármatüzek, nem verik félre harangokat, viszont a lelkekben szólalnak meg a harangok, ez az egyik alapja a mi megmaradásunknak. Munka, 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 pihenés, szórakozás, felkészülés, feltöltődés újra.
És a község települései között sincsen az a nagy rivalizálás, legalábbis én azt látom, hogy amikor Felsősófalván ünnepelnek, akkor itt vannak a parajdiak meg az Alsósófalviak, ha Alsósófalván jön a másik kettő parajdon, pedig a Káposzta Fesztivál, ott van a két sófalva. Egy hete zártuk be a nemzetközi tánctábort, ez már Felsősófalva hagyományával vált, vagy 24. alkalommal. Egy hét teli rendezvényekkel, Japántól, Ausztráliától jönnek ide tanulni, táncolni, a székely táncot, a székely zenét tanulni. Aztán akkor az lejárt, akkor most itt van a Paracsinta Fesztivál. Augusztusban Alsósófalva napja következik, és szeptember 21 és 23 között pedig Parajdon a hagyományos nemzetközi töltött kapasz a fesztivál, amelyben igen, minden település szeret itt nálunk egy kicsit önálló lenni, és ez nem rossz. Szereti megjeleníteni a saját színét, a saját termékeit, a saját életét, de így az összhang szempontjából egyöntetően meg tudunk jelenni, részt tudunk venni, és tudjuk magunkat eladni, akár a nagy közönség, a turisták, hiszen Parajd is környéke évente több százezer, 4-5 százezer turista által látogatott. Ez az egység, ez az összetartozás, ez hála Istennek, ez valójában eredményes, és úgy látszik, hogy nem csak mi, hanem kintről is akár a rádióriportere is észreveszi, hogy ezekben a rendezvényekben benne van a mindenkinek a sajátja, de benne van a közösség együttes ereje és felmutatása is. Parajdi Beáta vagyok, a csapatunk neve az Fincsikék. Próbáltunk nem hagyományosabb palacsintákat készíteni. Az első az mézes áfonyás túrórudi lesz, ami hasonlít a hagyományos túrórudira, csak palacsintából készül. Hogy készül? Mi az alapanyaga? Tehát a hagyományos palacsintatésztához pudingport raktunk, ami egy kicsit különlegesebbé teszi. Ez vaníliás pudingport? Vaníliás puding, igen. A krémjéhez pedig a töltelék lesz tehéntúró, ami ki van kavarva tejszínhabbal, cukorral, és abba kerülnek majd az áfonya szemek, ami ezzel megkenődik a palacsinta tészta. Feltekerjük, és egy házilag készített csokimáz kerül majd a tetejére, áfonya szemmel díszítve. Ez ami a legkülönlegesebb a csapatunk számára. Elnézem, ez nem olyan hagyományosan fel van sodorva, hanem a rózsaformát látok. A rózsaforma csak a díszítéshez tartozik. Tehát ilyen hagyományosan felcsavarva van ez a palacsinta, és díszítésnek, körítésnek akkor lesz egy ilyen rózsa akármi is, de csak palacsinta tésztából. Így van, csak palacsinta tésztából. A rózsa, amit tetszett látni, az csak a csapatunk díszítésére készítettük. Ez egyfajta brand, hogy meg tudják különböztetni, mert versenyben is részt vesznek, hogy akkor tudják, hogy ez a Fincsikéknek az új lenyomata. Én látok rózsaszínű palacsinta tésztát is. Ebben még mit tettek pluszba, hogy ilyen szép rózsaszíne van a tésztának? Ebbe került a málna szőr, ettől lett ilyen érdekes rózsaszínű a palacsinta tésztánk. Ebből készítünk palacsinta rózsát. Ennek nincsen tölteléke, csak ez egy sima natúr, amit így összerakunk egy csokor formájába. Hányan készítik? A csapatunk az 4 fős. 4 vagyunk, akik sürgünk, forgunk a sátorba. Ezen kívül még más palacsintát is sütnek, mint a versenyben résztvevő. Az milyen típusú lesz? Készítünk többféle palacsintát. Minél különlegesebbre törekszünk, hogy legyen valami különlegesebb a csapatunk számára. A második, amit készítünk, az ilyen zöld dió lekváros, ami nem egy hagyományos lekvár, különleges ízű. Akkor még egyet készítünk, ami almás fahajos lesz. Tehát ez a versenyen kívüli, amiket meg lehet itt kóstolni. Vajda Emília vagyok, és a Felsősófalvi Székely Mózes általános iskolát képviseljük a csapatunkkal. A csapat neve Csintalan Palacsinta Csavarók. Ennyire csintalanok itt a felsősófalviak, vagy honnan jön a név? Igen, igen, jó kedvű csintalan társaság gyűlt össze. Most milyen finomságot sütnek, mivel versenyeznek? Az áfonyás gundelpalacsintával fogunk versenyezni, ezen kívül van almás karamellás, ordás palacsintánk, kapros ordás palacsintánk és mindenféle lekváros. Hagyományos a palacsinta tészta, vagy van valami kanyar benne, valami különlegesség is a tésztájába? Az idén teljesen hagyományos palacsintatésztával dolgozunk. Van lekvárunk is, és az ordásokat azt különböző ízesítéssel kavarjuk, a diós trummal ízesítjük, mazsolával, a karamellást vaníliával. A karamell krém az hogy készül?
karamellát az cukorból készítjük, vajjal és tejszínnel, ezen kívül fahajas almát adunk hozzá. Melyikkel versenyeznek ebből a sokból? A Gundellel fogunk versenyezni az idén. Gagyi Margit vagyok, Felsősófalváról, a Szent Ferenc Alapítvány nevelőnője. A Remény csapatot képviseljük. 4 gyerekkel neveztünk be a versenyre, ők a napköziben járnak, Felsősófalvi gyerekek. És nagyon lelkesen sütik már délóta a palacsintát. Mivel versenyeznek? Készítjük a hagyományos ordás kapros palacsintát, van erdei epér, erdei málna, az epér az a szamóca, és van egy vallástanárnéni, aki nagyon aranyosan a tavaly is segített nekünk, ő illó olajakat forgalmaz, és csokis, mentás, illó olajas palacsintát, meg ilyen különlegességnek az illóolajakkal kísérletezünk. Az alapanyag az a hagyományos palacsinta tészta? Igen. Mi készítettünk vízzel, sóval és tojással palacsintát, mert mostanában elég gyakori a lisztérzékenység, és készítünk olyant is, hogy tejjel, tojással, sóval. Cukrot nem teszünk a tésztájába. Én nem szoktam tenni, mert könnyebben megsütik a gyermekek, nem ragad oda, és nem hiányzik a cukor senkinek a szervezetiből. Cukor nélküli palacsintát gyümölcsízzel, vagy csoki krémmel, vagy bármivel ízesítve, úgyis az édesség benne lesz. A lekvárokat is önök készítették el? Vagy igen, van közte bóti is? Nem, mi készítettük házilag, sőt, a sógorom szedte a gyümölcsöt, és még ő is segített a készítésében. A határban van sok erdei eper, málna, honnan gyűjteni? Parajt határában gyűjti a sógorom, ő megy erdei szamócát szedni, áfonyát, málnát, és nagyon finom, mert az erdei finomabb, mint a kerti. Nem annyira vízízű, sokkal édesebb, sokkal zamatosabb. Gyömbér Ferencné vagyok, Szegváról jöttem, és a Tekergők csapatának vagyok az egyik tagja. Önök is részt vesznek a palacsinta sütők versenyében. Milyen finomsággal versenyeznek? Mi nagyon különleges palacsintával készültünk. Hoztunk egy nagy strusztojást, és abból fogjuk majd bekeverni a palacsintatésztát. Azon kívül mindenféle lekvárt, eper, málna, szeder, sárga barack, citrom, narancs, mindenféle lekvárt hoztunk még. És egy igazi különlegesség fog sülni a versenyre. Békönszalonnát fogunk megpirítani, azt tesszük bele a palacsintatésztába, és ezt fokhagymás tejföllel fogjuk megkenni, úgyhogy majd legyen szíves jönni megkóstolni. Hát igazándiból a tojás, liszt, pici cukor, kicsi só, tej és szódavíz az alapanyag, és hát ezt addig keverjük, még olyan állagút nem kapunk, amire úgy gondoljuk, hogy megfelelő. Az első sütés a próbasütés, ha jó sikerül, akkor jó, ha nem, akkor még hol ezt teszünk bele, hol azt, hogy kellő sűrűségű legyen a tésztája. Hogy tálalják? Felsodorva, vagy háromszögűre hajtva? Mi felsodorva szoktuk kínálni a palacsintát. Általában milyen dzsemmel, vagy milyen lekvárral kérik? Például citrom, narancs, ez olyan egzotikusan hangzik itt mi felénk, mert nálunk az áfonyás az, amit inkább, meg az almás, meg szilvás, meg epres málnás, de még ilyen narancsos, meg citromos nem igazán hallottam. Hát a narancs meg a citrom lekvárnak az alapanyagja igazándiból a tök. És ahhoz kell tenni a héját a narancsnak, meg a citromnak a héját, meg természetesen az egész citromot is belekeverjük, és nagyon jó ízt ad igazándiból. Akkor ezt is meséljük el, hogy készül ez a tökből készült citrom lekvár, vagy narancs lekvár. A főzőtököt kell lereszelni, azt kell föltenni, főni, és abba tesszük vagy a citromot, vagy a narancsnak a héját, a levét, meg magát a húsát is, és akkor így készül. Botmixerrel úgy keverjük bele a friss gyümölcsöt. Tehát akkor a háziasszonyok tökből is készíthetnek citrom meg narancs lekvárt, úgy, ahogy készítünk mi ringló szilvávó barack lekvárt. Tehát csupa hamisítvány itt majdnem minden. Hát igen, ez a leleményesség, nem a hamisítvány, hanem a leleményesség, és hogy minél nagyobb legyen a választék.
Melyikkel versenyeznek ebből a sokból, vagy mindenikkel? Majd a békön szalonnással fogunk benevezni. Az egy igazándiból egy sós változat, de azzal fogunk benevezni a versenybe. Brezovai Zoltán vagyok, Szegváról érkeztünk, és a szegvári Ögyémár csapatot képviseljük. Többen érkeztek Szegváról, de a csapattal öten érkeztünk. Hát önökön kívül még van két csapat. Vannak az alföldi betyárok, és van a szegvári tekergők is. Igen. Mi egy teljesen külön csapatot képviselünk, katonák és rendőrök vagyunk, úgyhogy még külön csapatba indultunk ezáltal. Azért van ilyen katonaságot imitáló díszletjük. Igen. Amit a hosszú évek alatt összegyűjtöttünk, avval így készültünk, avval próbáljuk kicsit színesíteni a képet, kicsit feldobni ezt az egész rendezvényt. És a palacsinta is ilyen katonás lesz? Igen, készültünk egy olyan palacsintával, hogy megpróbálunk egy zöld színű palacsintát sütni, hogy az egész sátrunk, az egész berendezésünk, minden ezt a honvédséget szimbolizálja zöld, tehát egy zöld színű palacsintát, és akkor ugye, ha kivisznek minket a laktanyából, mindig ilyen finomságokat kapunk páncélos ételbe, és ezzel szeretnénk megtölteni a palacsintát, hogy itt a helyiek is tudják, hogy mi milyen finomságokat kapunk a kiképzésen, vagy éppen gyakorlaton. Akkor ez ilyen májpástétó, meg ilyen vagdalt hús, meg hasonló? Hát májpástétomot nem szoktunk kapni, de vagdalt húst, magyaros vagdalt húst, azt elég sűrűn szoktunk kapni, tehát ezt fogjuk beletenni a palacsintába. Hogy készül ez a palacsinta? Rendes hagyományos palacsinta tésztából készül az alap, és akkor jönnek ezek a konzervhúsok? Igen, tehát rendesen készítünk egy palacsinta tésztát, ezt megpróbáljuk egy kicsit zöld színűvé tenni, hogy mégis a dizájnja is egy kicsit olyan legyen, és akkor éppen mindig, ami van nálunk, azt szoktuk beletenni, tehát most egy májkrémes palacsinta, nem biztos, hogy mindenkinek ízleni fog, de majd látjuk. Mitől lesz zöld ez a palacsinta? A spenóttól, vagy mentától, vagy mitől? Nem, a kedves feleségem segít ebbe, egy ilyen mandula színezéket fogunk beletenni, és ha minden jó megy, akkor el fogja érni a zöld színét. Miért nem lesz ilyen terepszínű, tehát ilyen barnás, zöldes, akármi ez a palacsinta, ha már katonaság? Vagy akarják, hogy lássuk ezt a palacsintát? Igen, tehát hogyha most terepszínű csináljuk, eltűnik a palacsinta, nem fogják a zsűrik látni, akkor nem nyerhetünk. A zöld palacsintát talán meglátják. Akkor ezek szerint jó lehet ez a menü a katonaságnál, hogyha még itt is palacsintába ilyen hoznak, vagy lehet azért hozzák, mert rendkívül itt nálunk Felsősófalván. Jó ez a menü, csak ugye mi sokszor eszük, tehát nekünk már unalmas, és azt akarjuk, hogy az itteniek is kóstolják meg, hogy mi milyen teszünk otthon. Visszatérő vendégek, vagy most először vannak itt a fesztiválon? Én már itt voltam az első palacsinta fesztiválon, és tavaly ugyanígy indultunk a szegvári Ögyémár csapattal. Akkor nem teljesen katonák és rendőrök voltunk, akkor itt volt a kedves párom, de most csak így katonák, tehát visszatérő vendégek vagyunk igazából. Benkőni Novák Katalin vagyok, Tiszaalpáról, Magyarországról. Mi a csapat neve? Alföldi betyárok. A betyárok mit készítenek, milyen ízesítésű palacsintát? Hát két palacsintát csinálunk, egy ilyen hortobágyi utánzatot, amiben szarvashús van, csirke és marhahús gombával, a másik édes palacsinták, az pedig ilyen citromkrémes, túrós palacsinta végül is, az meg gyümölcsökkel, erdei málnával. Ennek otthon Magyarországon hagyománya van? Vagy csak most a verseny kedvéért készítik? Most a verseny kedvéért, mert mi hétfőn jöttünk nyaralni, és aki adta a szállást, mondta, hogy van ez a fesztivál, és úgy voltunk vele, hogy akkor nevezzünk be, ilyen légből kapott hirtelen gondolat volt. Jó volt az ötlet, mert mindig tömeg van a sátruk előtt, és nem csak hogy várják, hanem kóstolják is a palacsintájukat. Igen, szerencsét, tehát ahhoz képest nem gondoltuk volna, hogy ilyen nagy keletje lesz, mert ugye itt a többi csapat elég jó fel van készülve, a sátor föl van díszítve, mi meg csak úgy beleestünk az egészbe, de nyilván az ízek az fontosabb, mint a látszat. Kezdjük el külön elmagyarázni, hogy készül az egyik, hogy készül a másik, az alapanyagot is, hogy azok a gazdasszonyok, akik esetleg most kedvet kapnak a beszélgetésünket hallva, hogy te kipróbálnám, hát bizonyára nagyon finom lehet, akkor hogy készítsék el? Hát a szarvasost úgy csináltuk, hogy nyers marha, nyers szarvas és nyers csirkehúst, ugyanúgy, mint egy pörköltet felkészítettünk ilyen dinsztelt hagymára, azt sóztuk, borsoztuk, kakukkfőet tettem bele, és utána egy ilyen lisztes tejfölös rántást tettünk rá. A gombát azt külön megcsináltuk ugyanígy, és azt utána összekevertük, azt töltjük be. A túrós az meg csak egy sima cukor, citrom, lé, citrom, héja összekeverve, és akkor az csak egy sima túrókrém, végül is egy citromos túrókrém. Tésztája a palacsintának az a hagyományos palacsinta tészta. Igen, az a sima hagyományos tészta. Tehát az is liszt, tojás, szóda. Esetleg tej. Igen, tej. Látom, hogy a díszítés az nem így felcsavarva van, hanem háromszögre van tűrve.
Igen, ilyen kehely formáról. Már ugye, hogy így hirtelen estünk ebbe az egészbe bele, nincsenek kis tányérok. És hogy tudnánk úgy megcsinálni, hogy a szószok is a habasodó vagy a gombaszósz úgy menjen, és akkor így kitaláltuk, hogy egy ilyen kehely formára összecsavarjuk, és abba belebírjuk a szószt végig locsolni. A tölteléket ugyanúgy bele tesszük, félbehajtjuk, és úgy rászorjuk az öntetet végül is. Akkor ez később villával eszik az emberek, vagy... Nem, így harapni. Lehet harapni. Mint a fagyit, igen. És akkor óvatosan, ugye alul van egy szalvéta, és akkor ahogy sikerül. A másik pedig a túrós, az is hasonlóan van tálalva, hogy én az látom. Is, igen, csak tejszínhab van rajta, meg gyümölcs, meg egy sima sodókrém, egy vanília pudingos, hígra készített sodókrém. Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen. Előtt most az ötletgazdák, akiktől származik ez az ötlet. Cikora Györgyné vagyok, elsírom magam, az a baj. Cikora György vagyok, Derekegyházáról érkeztem. A negyedik alkalom, hogy itt vagyunk, és ezt a rendezvényt, amiben tudjuk, segítjük. Önöknél már ez hagyomány. A Palacsinta körül ott már nagyon régóta, hogy zajlanak az események. A 12. Palacsinta Fesztivál volt Derekegyházán a múlt héten. Most folytatjuk Felsősófalván. Jó volt az ötlet, mert az idén nagyon sokan vannak a szervezők szerint is, a látogatók szerint is, az időjárás ellenére, mert most azért az időjárás nem igazán tart velünk. Igen, ez a rendezvény most már sírre van téve, ezt most már csak vinni kell tovább a maga sodrába, és úgy látom, hogy az itteni szervezők, a Kodáros Egyesület tagjai szívvel, lélekkel mellé álltak ennek az ügynek, és ez tényleg most már egy nagyon szép falunap. Kinövi magát. Egyre népszerűbb lesz, szeretik palacsinta különlegességeket is készítenek, nagyon jó ötleteik vannak a töltelékek ízesítésébe is. Rengeteg féle ízt kóstolhattunk meg, többből készítettek narancslekvárt, meg citromlekvárt, a miénkek is erdei gyümölcstől elkezdve hozták az ízeket. Hát ki gondolná, hogy ennyi féle ízesítésű lehet egy palacsinta? Sőt, a dinnyetes palacsinta egy csokis mentás töltelék lett, ami nagyon ízlett a zsűrinek. Azt tudni kell, hogy Amerikától kezdve, Ausztrálián keresztül, egészen ugyebár Európáig, hogy így fejezzem ki, mindenki tudja, hogy maga a palacsinta egy ősi magyar étel, tehát ez hungarikum. És azért is van ez, hogy rengeteg íz, mert maga az alapanyag mellé mindenki próbálja a saját kreativitását mellé tenni, és az a magyar kreativitásnak egy nagyon szép példája, hogy rengeteg íz, rengeteg zamat, rengetegféle palacsinta, már maga a tésztába is ugye próbálják az ízeket belelopni egyesek, és ez mindig hoz újat minden egyes alkalommal. Nálunk Derekegyházon ugye ugyanilyen picibe kezdtük, mint itt, aztán már most igen 12. alkalommal van nálunk 5 napos fesztivál, 24-ben non-stopba megy, a környező települések jönnek el hozzánk, és akkor az adott napon ők adják a programot nálunk is a színpadon, a kulturális programot, úgyhogy egy egész szép rendezvény sikerült ott is összehozni, és ez a rendezvény is úgy látom, hogy ebbe az irányba halad. A palacsintának a tésztája, amit itt kóstolhattunk, az ugyanolyan, mint Derekegyházán? Tehát önöktől származik az alaprecept? Igen, igen. És mi van benne? A szokmányos liszt, cukor, tej, tojás, csak az arányokat kell bővíteni. Én azt figyeltem meg, hogy ezek a palacsinta tészták jó, hogyha nagyon vékony, akkor szakadnak, de nem olyan, hogy megtöltjük, és akkor a lyukacskákon folyik ki a töltelék. Hát ez olyan homogén volt, finom volt, és mindenkinél ugyanolyan volt. Kipróbált receptet hoztunk 12 év alatt, azért sikerült kipróbálni, hogy ez lesz a jó, meg a kavarásnál a sorrendre kell vigyázni, hogy ne legyen csomós. Tehát megvannak a maga kis kidolgozási formái. Gondolom, hogy jó érzés egy embernek, amikor látja, hogy máshol is beválik az, amit én kipróbáltam, és valahogy úgy gyermekemként dédelgettem egy ideig. Igen, igen, nagyon is. Tulajdonképpen azt szoktuk mondani, hogy minden ötlet annyit ér, ami megvalósul belőle. Na most ez az ötlet, hál' Istennek, hogy olyan talajra hullott, hogy a magaz meggyökeresedett, megerősödött, és ez az ötlet valóban egy nagyon jó sikerült ötlet lett, és egy csodálatos rendezvény sikeredett belőle.
És az, hogy több ezer palacsinta elfogy itt a két nap alatt, hát ez is mond valamit. Hát ezt nem lehet meggyőzni. Ezt Derekegyházán se tudjuk meggyőzni, mert ízletes, jó dolog, és mindenki szereti. Főleg, hogy még ingyen is van. Ez a becsületkassa, ami nálunk is működik. Ez egy tényleg nemes dolog, hogy mindenki annyit tesz bele, amennyit épp a tehetsége, anyagi körülményei adnak. Ugyanakkor az összegyűjt pénz, az nálunk is a derekegyházi gyermekekre, óvodára, iskolára, kirándulásra megy a jó része a pénznek, tehát nagyon pici az, amit visszaforgatunk a következő évi rendezvényre. Ezt a nemes célt átvették tőlünk Laciék is, és úgy látom, hogy ők is jól sáfárkodnak azzal a pénzzel, ami összegyűlik egy-egy ilyen alkalommal. Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár, ma a Hargita megyei Felsősófalva vendégei voltunk. Meghívottainkkal a település védjegyeiről, az utóbbi 2,5 évtizedben szervezett tánctáborairól, a 3 éve megrendezésre kerülő Palacsinta Fesztiváljáról és a rovásírásos köveiről beszélgettünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a Facebookon, a SoundCloudon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
és nem mondhatom. Fényes nap jön, fényes nap vár. Bennünk él egy új világ. Itt vagyunk a földön néhányan, és jön száz és százezer új, és mind hozzánk áll. Get out.